Dobos Jánossal ülünk itt a stúdióban, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért magyarországi elnökével, és szokás szerint a közepén kezdjük, még van egy hárombetűs szó, amit gyakran hallunk az életben, ez a WHO vagy WHO, ahogy szoktuk mondani, és ehhez is köze van a, hát nyilván egészségügyi világszervezetről van szó, a pszichiátriának, illetve az ön társaságának legutóbb ugye megfogalmaztak, vagyis közé tettek egy oktatóanyagot, ami mire is jó, kérdezem én. Igen, hát ugye a WHO, az egészségügyi világszervezet, főleg itt az elmúlt két évben, itt a pandémiás időszakban elég sokszor került szóba, vagy pozitív, vagy negatív előjellel ki, hogyan élte meg a dolgot, de miután ugye a mi alapítványunk azzal foglalkozik, hogy a pszichiátriai osztályokon történő jogsértéseket tárja fel, és segítsen ezeknek az embereknek, ennek van most egy érdekes folyománya, vagy egy érdekes kapcsolódási ponta az egészségügyi világszervezettel, méghozzá az, hogy létrehoztak egy olyan online képzési anyagot, egy olyan tanfolyami csomagot, vagy tanfolyam sorozatot, ami abban segít, hogy aki elvégzi, annak segít egy olyan szemléletmódot kialakítani, hogy hogyan lehet a mentális egészségügyben, tehát a pszichiátrián, illetve a kapcsolódó területeken, fogyatékos ügy és hasonló területeken úgy végezni a dolgot, úgy végezni az ellátást, hogy az minél inkább mentes legyen az erőszaktól, a kényszerítéstől, a megalázó bánásmódoktól. Most ez ennyire standardizálható nemzetközileg, hogy a világon gyakorlatilag minden szakembernek szólhat, aki érintett persze az ügyben? Igen, gyakorlatilag igen, ne felejtsük el, hogy a nevezzük így, hogy a nyugati világban, ami ugye az a fajta civilizáció, amiben mi is élünk, ugye Európában vagy Amerikában, itt ezért meglehetősen standard módon működnek a kórházak, az egészségügy, így a pszichiátria is, protokollok vannak, amik alapján működnek. Ezekben lehetnek eltérések, de az alapelvek mégiscsak ugyanazok, és ez saját megfigyelésem is, illetve ez egy általános tapasztalat, hogy bizony a mai pszichiátriákon még mindig nagyon gyakori protokoll az, hogy bizonyos dolgokat egész egyszerűen kényszerítéssel oldanak meg. És ez egy tudott dolog, tehát ez nem vádaskodás, hanem ez így van. Magyarországon is engedélyezett, sőt törvény által szabályozott a kényszer, emberek kényszer bevitele a pszichiátriára, vagy az, hogyha valaki nyughatatlankodik, vagy bárki úgy ítéli, hogy ő veszélyeztető esetleg a többiekre, akkor le lehet fogni, le lehet injekciózni, le lehet kötözni, és ezért ezek hosszú távon nem gyógyító hatású dolgok, tehát ez igazából, ha valakinek van egy kis esze és rámer nézni a helyzetre, akkor ezt lehet látni, hogy ez nem gyógyászat valójában, ez inkább egyfajta ilyen, hát kicsit ilyen katonás kontroll a páciensek fölött, ami meg ennek nincs igazán terápiás értéke. Ugye az emberi agyban, a képzetünkben sok minden lejátszódik, és ilyenkor szívesen gondolunk mondjuk túlzottan deviáns magatartású emberekre, akik azért szimpatikusak, mint például Ken Caseynek, hogy említettük a Szálkakuk fészkére című hát könyvét és abból készült filmet. De ha az ember besétál egy pszichiátriára, én még nem sétáltam be, bevallom, filmet néztem, élő vagy dokumentumfelvételeket, azért nem mindenki ilyen túlzottan deviáns magatartási embernek tűnik, hanem külsőleg is látszik rajta, hogy tényleg mentális zavarokkal küzd, és nem is biztos, hogy mondjuk szóba tudnál egy jogvédővel, tehát azon a szinten van, hogy talán az, még az is megenged, hogy kényszeríteni kell, mert már nem lehet kommunikálni vele. Itt több minden jutott eszembe, hogy a kérdés elhangzott, de a legfontosabb talán az az, hogy egy társadalmat azért minősít az, hogy hogyan bánik az olyan emberekkel, akik kiszolgáltatottak, vagy akik segítségre szorulnak. Ez az egyik. A másik az, hogy igen, vannak emberek, akiknek szükségük van ellátásra, szükség van arra, hogy valamit megfogjunk és kezdjünk velük, ez nem kérdéses. Szükség van egy jó elmeegészségügyre, ez tény. A problémát igazából az jelenti, most ugye ez itt a WHO képzés kapcsán, hogy nagyon sok kritika éri a mai rendszert, hogy azért ez nem úgy működik, mint ahogy ez jó lenne. És ugye főleg tehát ma már a WHO, az ENSZ, az Európa Tanács részéről egyre gyakrabban, egyre többször merül fel, hogy ezt a területet, ezt mentesítsük már az erőszaktól, mert kicsit sok, és nem ez a tendencia a 21. században. És ezért jött létre ez a képzés is. De tehát azokra az emberekre, akikkel tényleg gond van, azokkal kell valamit csinálni. Csak az a probléma, hogy itt több fogalom, vagy több dolog így kicsit így össze van mosva, és egy kalap alá van véve, nevezetesen egy. Ha valaki veszélyeztető állapotú, különítsük el, hogy ne okozzon kárt a többi embernek. De ez egy rendészeti kérdés, nem egy orvosi kérdés. Hogyha az illető zavart állapotú, nem tudja, hogy mi történik vele,
biztosítsunk neki egy helyet, ahol nyugodtan kitisztulhat, vagy lecsillapodhat, de ehhez sem muszáj erőszakot alkalmazni. Aztán, és erről lehet, hogy egyszer beszélgettünk már korábban, van egy nagyon érdekes jelenség, ami mégsem annyira kézenfekvő, pedig az kéne, hogy legyen. Sokszor olyan dolgokra alkalmaznak kényszerítést a pszichiátriák, amit meg lehetne oldani egy jó kontrollal, egy jó kommunikációval is, hogy így mondjam. És azt szoktam felhozni példának itt, hogy mindannyian ismertünk az életünk során olyan pedagógust, vagy valaki olyan embert az életünkben, aki úgy tudta az embereket irányítani jó szóval, hogy nem volt szüksége erőszakra, hanem egyszerűen megmondta, hogy na, akkor most az lesz, hogy ez meg ez meg ez, vagy úgy használta a saját lényét, hogy az ember megcsinálta azt, amit mondott. Igen, meg volt is ismertünk, aki körmössel, meg kokival, hát, meg egyéb lehet, ez pont retorziókkal nem a jó példa, büntetett igen. bennünket. Igen. Hát mostanában ez nyilván tilos, igen. és ezen a téren már előrelépés történt, már mint az iskolákból, csak sima rendészek vannak, és semmi komoly változás nincsen. Most ezt félig ironikusan gondoltam. De visszatérve a pszichiátriára, ez is, hogy én filmélményemet felhozom, de nemrég láttam, sőt tegnap láttam a Toxikóma című filmet, és abban igazi szereplők játszanak, tehát ez is alátámasztja, hogy valóban megtörtént eseményekről, vagy olyanokról van szó, amik megtörténhettek. És például az abban szereplő pszichiáter nem a gyógyszerezésben látta mondjuk a leszoktatását, vagy pszichiátriai zavaroknak a kezelését, ez kimondtan a droghasználatra vonatkozott, ez egy lehet, hogy rossz példa, a betegeknek, hanem kvázi munkaterápiában. De hallhattunk ilyet a Benedek professzor esetében is, hogy az aranykeretrecept, mondom, sokan olvasták, meg én már elolvastam. Kiváló példa. Igen. Tehát munkaterápiával, kommunikációval, tudomásul vétellel, erőszakmentesen nagyon sok minden elérhető. Akkor e felé tart most már a pszichiátria, legalábbis a legfelső szinteken? Én úgy veszem észre, hogy igen, pontosan ez az a megközelítés, amerre egyre többen hívják fel a figyelmet, hogy el kellene menni. Erre vannak példák is, nagyon jó példa az aranyketrec, de vannak más jelenbeli példák is a világ különböző részeiről. Azt hiszem, Norvégiában működik egy intézet, ahol hasonló a megközelítés. Tehát vannak példák. És igen, kifejezetten ez az irány mostanában, ami szerintem egy nagyon jó, pozitív, örömteli dolog, hogy erre mennek a dolgok, és ebben valószínűleg van része az olyan nemzetközi szervezeteknek, mint a miénknek is, az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért, más civil szervezetnek szintén, akik évtizedek óta dolgoznak azon, hogy próbálják ebbe az irányba vinni a dolgokat, úgy látszik lassan beérnek ezek az erőfeszítések. Nos, az emberijogok.hu honlapon olvastam, ehhez szintén van ez közöttem a weboldala, hogy rengeteg eset van, aminek a hátterében pszichiátriai betegség, mentális betegség áll, és időben nem fedezik fel az illetékesek, hogy erről van szó, csak akkor, mikor már késő, valamilyen akár bűncselekménybe, gyilkosságba torkoló eset fordul elő. Ebben is tud segíteni mondjuk az ön által említett WHO képzési lehetőség? Itt egy külön kategóriáról beszélünk az eseteknek. Ugye arról beszélünk, amikor valaki mondjuk pszichiátriai kezelés alatt állt, majd elkövet valamilyen erőszakos tettet, gyilkosságot, erőszakot vagy hasonlót. És mi ezeket az eseteket gyűjtjük, ugye ezeket inkább a médiából lehet, ott ugye ezek rendszeresen előkerülnek, és nagyon hosszú adatbázisunk van ezekről az ügyekről, esetekről, mert Magyarországon is sok ilyen történt. Ezt most csak azért foglalom így össze, hogy érthető legyen, hogy miről is beszélünk így a nézők számára. De ugye itt mindig az szokott felmerülni, és azt szoktuk kihangsúlyozni ilyenkor, hogy milyen fura, hogy az ember beviszik a pszichiátriára, kezelést kap, majd sokszor éppen olyankor, amikor gyógyultan kiengedték, megy és álmokfutást rendez és gyilkol. És ugye ez azért szokott érdekes lenni, mert ma már sok olyan hatósági jelentés látott napvilágot, ami arról szól, hogy pont azok a gyógyszerek, amiket adnak nekik a pszichiátrián, kiválthatnak erőszakos viselkedést. Ezekről komoly vizsgálatok szólnak ma már, hogy ez létezik. Tehát sokszor lehet, hogy pont a kezelés indukálja náluk ezt a fajta erőszakos viselkedést. Hogy erre ez a WHO képzés jó-e? Abban a tekintetben mindenképp összefügg szerintem, hogyha ezeket az embereket szelidebb eszközökkel kezeljük. Ha igyekszünk tényleg békésen, a jó kommunikáció útján, a törődéssel kezelni, akkor eleve lehet, hogy kevesebb gyógyszerezésre van szükség, kevesebb szedálásra van szükség, ami aztán akár elejét veheti az ilyesfajta eseteknek is. Igen, az említett Toxikóma című filmben mondja a pszichiáter, Csernus doktor, ugye létező szeméről van szó, csak más alakítja, hogyha egy gyógyszerről például leszed, vagy egy drogról leszed valakit, és rászoktatja egy gyógyszer, akkor semmit se csinált, csak átszoktatta egy másik drogra, és ezért ajánlja azt, hogy inkább más módszerekkel
közelítsük meg a betegeket. Na most mennyire van, hogy is mondjam, létjogosultsága ennek a fajta képzésnek mondjuk Magyarországon, tehát van-e elegendő vevője ennek a dolgnak? Mik az ön tapasztalatai vagy visszajelzései? Megnézik ezeket a oktató tanfolyamokat, vagy elvégzik a tanfolyamot? Sokan? Mi tulajdonképpen az egész tanfolyami képzésről az Európai Központunktól tudunk. Ha ők erről tudnak, akkor biztos, hogy más hasonló civil szervezetek és szakmai szervezetek is tudnak róla. De őszintén én nem mértem föl, hogy ki az, aki tudja Magyarországon ezt vagy sem. Úgy tudom, úgy tudjuk, hogy a WHO-nak az az elsődleges célkitűzése, hogy első körben 5 millió ember a világon menjen végig ezeken az online tanfolyamokon, amik ugye segítenek beállítani ezt a nézőpontot, ezt az erőszakmentes nézőpontot. Ezek kikből állnak ez az 5 millió ember? Milyen összetételű elsősorban a tervek szerint? Elsősorban szakmai emberek, tehát ugye nővérek, ápolók, orvosok, pszichiáterek, civilek, vagy bárki olyan, aki foglalkozik ezzel a területtel, ezekkel a kiszolgáltatott emberekkel. Tehát lehetnek akár szociális munkások hogyne, is, akik hogyne rendszeresen találkoznak mondjuk akár mentális betegségekkel is szenvedő emberek, akik otthonukban próbálnak túlélni. Abszolút, igen. Abszolút. És tulajdonképpen bárki, tehát ez elvégezhető ingyenesen bárki által, érdeklődők, akár családtagok által is, civilek vagy bárki. Úgyhogy, de azt gondolom, mégiscsak azok a fő célközönség, akik ugye szakmájukból kifolyólag valamilyen módon benne vannak ebben a kérdéskörben, de egyébként bárki elvégezheti, és hát ugye 5 millió az azért egy elég komoly célkitűzés, de én azt gondolom, hogy ha ezt sikerül elérni, az azért elég nagy tömeg ahhoz, hogy ez tényleg el tud indítani egy szemléletváltást. Én remélem, hogy Magyarországon minél többen fognak részt venni ebben. Egyébként milyen a kommunikáció az önök szervezete, mondjuk említette, hogy egy nemzetközi szervezetről van szó, de gondolom mások is foglalkoznak ezzel, más egyesületek vagy alapítványok ezzel a dologgal. Szoktak-e mondjuk összejönni, tapasztalatot cserélni, vagy szakirodalmat egymás figyelmébe ajánlani? Tehát milyen a nemzetközi kommunikáció? Vagy magukra vannak utalva jobbára? Mi inkább a nemzetközi szervezetünknek a tagcsoportjaival tartjuk a kapcsolatot, ugye a más európai csoportok, illetve a világ más részeiről. Időnként szoktak lenni nemzetközi konferenciák, főleg amikor nincsen pandémiás időszak, ahol lehet tapasztalatot cserélni. Itthon Magyarországon, itthon is keressük a kapcsolatot más civilekkel, nagyon sokkal kezdtünk kapcsolatot építeni egyébként az elmúlt években. Aztán változó, hogy melyik, mikor, hova fut ki, mert ugye az embernek mindig megvan a saját dolga, és akkor azzal foglalkozik. Tehát de sokszor már önmagában az egy pozitív dolog, hogy kapcsolatban vagyunk a másik szervezettel, másik alapítvánnyal vagy civilekkel, és tudunk egymásról segítünk, hogyha éppen kell. Úgyhogy ez olyan lazán van meg. Legutóbbi beszélgetésünkkor egy pozitív kimenetelű esetet taglaltunk, amikor sikerült bebizonyítani, hogy a pszichiátriára kerülő pácienssel szemben ugye jogsértést követtek el. Milyennek látja ennek kapcsán ma a pszichiátria helyzetét? Tehát mennyire gyakoriak az ilyenfajta jogsértések, amikor esetleg bírói beavatkozása is lenne szükség, bár talán nem történik meg? Szokták kérdezni tőlünk, hogy mik az általános tapasztalatok, mik a legsűrűbben előforduló visszaélés típusok, amikkel találkozunk. És azt szoktam mondani, hogy a leggyakoribbak azok pont a kényszerintézkedések, pont az, hogy beviszik kényszerrel a pszichiátriára. És ezek a dolgok tényleg sajnos rendszeresen történnek ma még, sőt, vannak olyan statisztikai adatok, amik a nagyságrendet mutatják, bár az utóbbi időben elég nehézkes volt ezekről szerezni, de nagyságrendileg úgy néz ki a dolog, hogy évente olyan 10 000-es nagyságrendben van ilyen kényszer beszállítások pszichiátriára, ami elég sok azért. Tehát Európában, ez európai viszonylatban vezető helyen vagyunk, az első 5-ben mondjuk benne vagyunk. De gondolom itt ilyenkor gyors fellépést igénylő esetekről van szó, és nem nagyon jöhet szóba a rábeszélés, a kommunikációs megközelítés, hiszen mondjuk egy krízis helyzetben levő valakit kell kiemelni a környezetéből, aki esetleg másra is veszélyes. Öngyilkossággal fenyegetőzik, gyilkossággal fenyegetőzik. Tehát szép-szép dolog az erőszakmentesség, de gondolom erről hosszú távon azért még nem mondhatunk le. Hát az a furcsa, az a különös ebben a dologban, hogy ezekkel az esetekkel nekünk pont azért kell foglalkoznunk, mert nagyon sok esetben pont az illető nem adott rá igazi okot, hogy bevigyék, és mégiscsak beviszik. És ugye föl szokott merülni, hogy akkor miért vagy hogyan. És nagyon sokszor volt olyan például, hogy családi vita miatt,
Tehát a környezete intézi el, úgymond, hogy igen. Sajnos ez lesz, ha megoldása beviszik. Igen, és sokszor tényleg az van, hogy egyszer csak kérkezik a mentő, és az illető néz, hogy értem, jöttek, miért? És akkor volt valami konfliktus előtte, valaki elintézte, hogy legyen egy beutaló, viszik be, igen, ha már benn van, akkor igen, erről, és sok ilyen eset van, amivel ugye, és vannak persze azok az esetek, amikor az illető tényleg dühöng, amikor veszélyeztető az állapota, olyankor nyilván meg kell fogni, és valamit kell vele csinálni, de ez még mindig nem okvetlenül kell, hogy egyenlő legyen egy ráerőltetett kezeléssel. Különítsük el, amíg le nem nyugszik. Nézzük meg, hogy mit csináljunk vele utána, de nem lenne törvényszerű azonnal leszedálni. Tehát az, hogy valakit egy altató injekcióval harcképtelenné tesznek, az nem biztos, hogy minden esetben megoldás. Előbb meg kéne próbálni a többit, és ebből van kevés gond az ilyen próbálkozásokból. Igen, olyan automatikusra álltak be a dolgok. Ha valaki, sokszor már, ha valaki csak kifejezi az ellenvéleményét a kényszerkezeléssel kapcsolatban, és már egy kicsit már ugye felháborodik, azt már támadásnak veszik, és már injekciózzák is le, tehát hogy nulla legyen az ellenállás, és ugye sokszor ez is nagyon méltatlan helyzeteket szül. Kérdeztem ugyan a pszichiátria jelenlegi helyzetét, de ön szerint milyen az eszközellátottság, mondjuk az infrastruktúrális ellátottság, mert amiket láttok filmekben, vagy itt-ott megjelenni, az nem úgy tűnik, hogy a csúcs minőségű kórtermek és kezelőhelyiségek vannak, hanem egy kicsit olyan múlt századiak, kopottak, ütöttek. Tehát mintha nem fordítanák elegendő hangsúlyt erre a dologra, hogy hát ezek úgyse egészen normálisak, és úgyse tudnak reklamálni. Hát biztosan benne van ez is. Nincs WC-papír. Igen, néha nagyon lehangoló állapotokról kapunk híreket, ugye, és ez egy picikét összecseng úgy általában az egészségügy állapotával Magyarországon. Nyilván nem lehet általánosítani, mert változó, hogy hol milyenek a viszonyok, de hát ugye szoktunk látni beszámolókat arról, hogy milyen sivár körülmények tudnak lenni. Ilyen tekintetben a pszichiátriák sem kivételek sokszor, és a helyi kórháztól is függ, hogy éppen hogyan állnak, vagy mi van, vagy mi nincsen. De sokszor tényleg azt szoktuk látni, hogy néha ez a fajta ilyen automatizmus, ez a berögzültség is okozza azt, hogy csak gyógyszerezzük le őket, igen, és majd akkor csendben elvannak, mindegy, hogy mi hogy van, jó lesz az úgy nekik, mert úgyis csak téblábolnak a folyosó, meg fekszenek az ágyba, hát az jó lesz nekik. És ide is a szemléletváltás kellene igazából. Ha jól értem, ez is az önök feladat, hogy felrázzák a pszichiátereket, meg a pszichiátriákat, és próbálják meg egy új szemléletet, egy új utat mutatni nekik, és ehhez adnak segédeszközt, mondjuk ezzel a tanfolyammal is, amit elvileg elvégezhet bármelyik pszichiáter Magyarországon. Így van. Reméljük, hogy minél többen el fogják végezni a szakmabeliek közül is, és akkor ez Magyarországon is elindít egy szemléletváltást, amire olyan nagy szükség van, és amit mi már tényleg évek óta próbálunk keresztül nyomni a nyilvánosság segítségével a társadalmon is. De azt látom, hogy azért változik a dolog, tehát én bizakodó vagyok, és lassacskán beérnek azok az erőfeszítések, amelyeket civilek, akár mi, akár más teszünk ebbe az irányba, úgyhogy szerintem ez mindenféleképpen egy jó indikátora annak, hogy a dolgok változnak és jó irányba mennek. Köszönöm szépen, hogy eljött a stúdióba. Én is köszönöm a meghívást.